Szeretettel köszöntöm a Régió Plus televízió nézőit innen a Szent István Egyetem sportcsarnokából, ahol a mai napon a magyar futszál NB1-ben az Eto Futszál Klub csapatát látja vendégül, a Gödöllői Bikák csapata. A tabellát egyébként ez a győri csapat vezeti, az Eto, úgyhogy nem lesz könnyű dolga a jelenleg harmadik helyen álló Gödöllői Bikáknak, akiket már is nézzük. Hogy kik lesznek itt a mai napon a főszereplők, 99-essel Ács Gábor, 4-essel Szente Tamás, a csapatkapitány és vezetőedző egyben, a másik edző Baranyai Pál, 8-assal, 89-essel Vidák Balázs, 90-essel pedig Nagy Roland alkotja majd a kezdő csapatot, a tartalék kapus 1-essel Hegedűs Ferenc, 11-essel Jakab Dávid, 14-esben lesz ma Jenei Otto, 19-es Pintér András, Lovrencsics Balázs, 20-as, Veres Gergely, 21-es, és 23-assal Szimcsák Tamás, bármilyen más vezeték nevet mondok, akkor is Szimcsák Tamás marad. Nézzük a játékvezetőket. Eltót Lajos lesz a mérkőzés játékvezetője, segítői Takács Attila és Veres János. A csapatok köszöntik a kilátogató nézőket egy csata kiáltással. És akkor nézzük a győriek névsorát, ahol lesz egy-két nem magyar csengésű név is. Nyilván a vájtfülű nézőink ezt ki fogják szúrni. 21-essel Matkovics Gábor, 7-essel Lódi Tamás, 10-essel Harnis Ákos, 77-essel Dos Santos Martins Hugo José, 88-assal pedig Darosa Aguar Fábio lesz majd a kezdő csapat. 97-essel látható majd Takács Zoltán Gergely, 11-es Dróth Zoltán, 9-es Szegi Szabolcs, 85-ös Horváth Gergő, 12-es Calvo Rodriguez Juan Ramon, 6-ossal Bárdosi Hunor Edmond, na hát ez ilyen határeset, és 17-essel Bognár Bálint, a csapat edzője Marco Antonio Angulo López. Megígérem, hogy nem fogom kimondani a mérkőzés folyamán mindegyiknek a teljes nevét. Majd megnézzük, hogy a mezükre mi van írva, melyiket használják, bár ez egy picit komplikált lesz, hiszen a zöld mezben látható Eto csapat hátára aranyszínű betűkkel vannak felírva a számok. És a nevek. Igyekszem majd kiszűrni, hogy kit hogy hívnak. Ha jól látom, 88-assal Darosa Aguar Fábio a Fábio nevet használja, ez nagyban megkönnyíti az én dolgomat is. A bajnokság alapszakaszának utolsó mérkőzésére kerül itt ma sor, aminek különösebb tétje a helyezések szempontjából nincsen, hiszen a győri Eto torony magasan nyeri meg a bajnokságot, a bajnokság alapszakaszát, hiszen 54 ponttal, 10 ponttal előzik meg jelenleg a Berettyó Újfalu csapatát. A Gödöllői Bikák pedig 41 ponttal a harmadik helyen tanyáznak. És el kell, hogy mondom önöknek, a legutóbbi közvetítésünk során beszéltünk arról, hogy büntető pontokat kapott, illetve levonták a győzelemért járó 3 pontot a Gödöllőtől, valamint 1 pont büntetést is kaptak. Azóta megtörténtek a fegyelmi tárgyalások, és ebben a pillanatban elkezdődik a mérkőzés, és a gödöllői csapat nagy örömére visszakapta mind a 4 pontot, így ennek köszönhetően stabilizálta a bajnokságban a harmadik helyét. És meg is kezdődött a mérkőzés. Egy keresztbe futás után maga mögé érkezett a labda. Lódi Tamás elfutott a labda előtt. Jöhet a Gödöllő. Győrben az ősz folyamán egy 10-1-es vereséget szenvedett a gödöllői csapat. Hát reméljük, hogy most itt sikerül javítani. Vidák teszi már is ki a szélére. Onnan egy keresztpassz kísérlet, lepattam Dos Santosról, akit így fogok hívni a mai napon. Ő látható 77-essel. Dos Santos mellette Fábio, de a gödöllőieknél a labda Vidák. Egy csel után elhúz balra, nem sikerül a játék
Lódi Tamás lábáról pattant le a labda győri oldalon. Vidák, Baranyai, Szente és Nagy Roland a pályán a kékeknél. Jöhet a gödöllő. Baranyai hátul Vidákkal játszanak össze. Letámad a Győr szinte egész pályán. Szépen lép vissza Nagy Roland a labdájé. És hozzuk előre. Nagy Roland kap jó labdát, ezt ha át tudja venni, meg is lehetett volna az első helyzet. Már is az első perc végén. Dos Santos hátra 10-essel Harnisnak. Harnis, Fábio. Egyébként spanyolok az úri emberek a Győr csapatában, akiknek a nevét nehéz lesz megjegyezni, de talán a rövidítéseket könnyű, és a vezető edzőjük is Marco Antonio, szintén spanyol nemzetiségű. Egy profi klubról van szó természetesen. Na nézzük, Harnis próbálkozása, levágódik az első szöglet a második percben. 1 perc 33-nál pontosan. A futszában tiszta játékidő van. Amikor a labda játékon kívülre kerül, az óra megáll, valami történt. Talán az 5 másodperces szabályt szegte meg a Győr csapata, ugyanis a pontrúgásokat 5 másodpercen belül el kell végezni. Így szabad rúgással jöhet a gödöllői csapat. Némi vita. Mégis a Győr jön. Mégis a Győr jön. Szerintem a játékvezetők sem tudják igazából, hogy most mi történt. A lényeg az, hogy most Ács hozhatja játékba a labdát. Kezdődhet egy újabb gödöllői akció. Szente, el ne adjuk ott hátul. Baranyai picit hosszan teszi Vidáknak. Jöhetnek a vendégek. Harnis. Fábio kérte a túloldalon, nem kapta. Visszakerül Dos Santoshoz. Szépen tartja a labdát az Eto. De lepattan a labda. A harmadik perc elején járunk, és továbbra is 0-0 a mérkőzés állása. Igazság szerint én úgy gondolom, minél tovább tudjuk tartani a döntetlent, annál nagyobb lehet az esélye a gödöllői csapatnak, akik abszolút felszabadultan játszhatnak. Igaz, ugyanez a tény a vendégekre is. Őket sem nyomasztja semmilyen teher. Ha csak az nem, hogy az eddigi egyetlen vereségük mellé nem szeretnének még egyet gyűjteni. Döntetlenük egyébként nem volt idén, 18 győzelemmel és egy vereséggel áll az Eto az élen. Ács teszi előre, Nagy Roland nem tudja átvenni. Továbbra is a kezdő négyesek a pályán, egyik csapat sem cserélt még. Egyébként itt látható most a pályán a futszál góllövő bajnokságának vezetője is, aki majdnem gólt szerez ebben a pillanatban. Épp róla beszéltem, Fábio 24 találattal vezeti az NB1-es futszál bajnokság összesített góllövő listáját, és a 17 gólos Dos Santos a másik, aki ott van az élmezőnyben. A gödöllőiek legjobbja, Vidák Balázs, szintén a pályán, ezúttal ő cselezget, nem pattan vissza elé a labda. Szép akció lehetett volna. Hát nem véletlenül róluk beszélek, ők vannak helyzetben, ők szerzik csapataikban a legtöbb gólt. Reméljük, hogy ma Vidák lesz eredményesebb a két spanyolnál, akik egyelőre szépen adogatnak. Egy lövés, elzúg a kapu mellett. Ács Gábor szépen biztosított, és most jönnek az első cserék. A pályán Lovrencsics, Jakab, Szimcsák,
és Jenei Otto. És a vendégekkel is megismerkedünk majd a játék folyamán. Szimcsák. Ne legyen baj, el is adjuk a labdát. Lovrencsics adta el. 12-essel. A vendégeknél a pályán Rodriguez, Calvo Rodriguez, Juan Ramon, aki Rodriguez lesz a mai napon. 12-essel látható, tehát a Hóri Horgas játékos, mellette 11-essel Drót Zoltán, aki szintén egy magasabb játékos a vendég oldalon. Bent tartjuk a labdát. És ott egy szép letámadás után bedobással jöhetnek. Lovrencsics volt az, aki megzavarta a győriek védelmét. Jakab a bal oldalon, és Jenei most cserél Szimcsákkal. Rodriguez kiteszi Drótnak. Lovrencsics próbált zavart kelteni. Maradt a pályán Lódi Tamás, a csapatkapitány, és Fábio. A vendégek tehát kettőt cseréltek. Mi teljes sorcserét hajtottunk végre. Szépen járatják a labdát. 4 perc telt el a mérkőzésből, és továbbra is 0-0 a találkozó állása. Amikor egy labdaszerzés után 3-2-be mehetünk. Így viszont elveszítettük az emberelőnyös pozíciót. Jakab az utolsó pillanatig kivárt, és végül nem tudott jól passzolni. Most nálunk lehet baj. Egy becsúszás. Teljesen szabályos volt ezek szerint. A szabálytalanságokra figyelni kell, hiszen egy csapat, amennyiben eléri az 5. szabálytalanságot, büntetőhöz juttatja az ellenfelet. Onnantól minden egyes szabálytalanság azt jelenti, hogy 10 méteres távolságból a kapussal szemben, sorfal nélkül egy büntetőt rúghat az a csapat, aki ellen elkövették a szabálytalanságot természetesen. Győri oldalberúgás következik. Fábio teszi Rodrigueznek, bocsánat, Drótnak. Drót ismét. Rodriguez passza hosszú volt. Egy nagyon higgadt hazafejelés. És most jön Rodriguez. Teszi hátra, majd kapja vissza, nem tud ráfordulni, szépen tartja meg. Fábio emeli föl Dos Santosnak. Szöglet. Egészen hosszan hátra. Szépen védekezünk most. Középen Jenei. Nem sikerül még szabálytalanságot sem elkövetni. Egy lövés után átcsózhatja játékba a labdát. Erőteljes a nyomás a gödöllői kapun, de most kiszabadulunk egy picit. Jakab. Jakab teszi be középre, Lovrencsics lemarad. De hát hosszú volt egy picit ez a labda. Ott a szélén Szimcsák marad le. Lovrencsics. Micsoda csel után. Hát ez igazi spanyolos megoldás volt. 5 perc 48 másodperc játékidő után Rodriguez szerez vezetést a vendég csapatnak. Eddig tudtuk tartani a 0-0-át. Rodriguez találatával tehát 0-1 a mérkőzés állása. De szépen játszik a gödöllő, egy hibát követtek el, ezt könyörtelenül kihasználták Szente és Baranyai a pályán. Újra, és mellette Nagy Roland és Vidák, tehát tulajdonképpen ismét a kezdő négyes gödöllői oldalon. Labdát veszítünk, Baranyai állítja meg. 77-ese Santost, most már talán a Doszt is lehagyom a nevéből.
77-esre, tehát Santos a pályán a vendégeknél. Pazar megoldással verte meg Ács Gábort, sajnos Rodriguez, de hát ami szép, az szép. Szente nagyról emeli föl, magas volt Vidáknak. Az előző fordulóban egyébként a gödöllői csapat Debrecenbe járt, ahol egy gólgazdag mérkőzésen 7-5-ös győzelmet arattak. Vidák Balázs kétszer is eredményes volt ott. Mellette Szimcsák, Szente, Nagy Roland és Bici is betalált, valamint egy öngól is segítette a gödöllőieket. Ács veszi föl Baranyai. Nincsen szituáció. Ott van most. Kezdhetik előről Szentével. Vidák jön hátra, Nagy. Jó a mozgás, Baranyai szakad el az embertől. Ismét előről kell kezdeni a játékot, Vidák. El ne veszítsük. Vidák. Vidák föltette a kezét, félcegen, de ezek szerint igaza van, zöld játékosról hagyta el a labda a játékteret, így jöhetnek a kékek. Egészen leegyszerűsítve a dolgot. Nagy Roli, Baranyai kis területen, jól tartják, csak benne szoruljunk, és egy szabálytalanságot ítélnek. Santos volt az, aki elkövette. Így egy vendég szabálytalanság bekerül a jegyzőkönyvbe. Közben Ács perel egy kicsit a csapatával, hogy nem jól helyezkedtek, nem tudta kinek adni. Ráfordulnak. Drót volt az, aki megpróbálta meglepni Ács Gábort. Hát nem volt jó a kísérlet. Na nézzük. Ismét jön a gödöllői akció. Szente. Vidák úszik meg a jobb szélen. Nem jut el hozzá drót. Hátra Fábiónak. És Rodriguez. Rodriguez, aki helyett érkezik tízessel. Harmis Ákos a kezdő négyesből. Drót. Nem talált most fogást a gödöllői védelmen. Szépen szerzünk labdát. Eddig rendben van. Vidák. Baranyai került üresbe. Ő mozog most hátra labdáé. Baranyai. Hátul Szente kaphatja, vagy itt Vidák. Egy labdavesztés után. Hát nagyon flegmán állt hozzá ehhez a labdához, úgy érzem. 9-essel a vendégeknél Szegi Szabolcs, ha egy picit komolyabban veszi ezt a dolgot, akkor lehet, hogy 2-0-ra vezet már a Győr. De Ács remekül mozdult ki a kapujából. 8 perc 51-nél 1-0-ra vezet a Rába Eto csapata. Az első fordulóban, illetve az első körben ősszel egyébként Vidák Balázs volt az egyetlen, aki be tudott találni a győri kapuba. Reméljük, hogy ma is megteszi ugyanezt. Egy szöglet következik. Közben cserélünk, Baranyai helyett Jenei Ottó érkezik a pályára. Egy szép lövés, egy jó kis akció után egy újabb szöglet. Szimcsák is érkezik Szente helyett. Győrben azon a bizonyos 10-1-es találkozón 1 perc 48 másodpercig tudtuk csak tartani. A döntetlent 2-1-be mehetünk, hogyha sikerül megszelidíteni. Jól érkezik vissza hátra viszont a győri védelem. De
eljutottunk helyzetig a 10. percben. Szimcsák lövése, védenie kell bizony Matkovicsnak. Egy szöglet. Megvillant a gödöllői támadó sor, és visszapattan sajnos Jenei lábára, jöhetnek a vendégek. Szóval nagyon rosszul kezdődött a győri találkozó, 2 perc 58 másodperc elteltével már 3-0-ás erőnybe kerültek a győriek, ezután folyamatosan növelték előnyüket, és tulajdonképpen 3-4-5-6-0-nál tudott közbe avatkozni Vidák, és szépített 6-1-re, de a második félidőben nem tudott gólt szerezni a csapat. Ott 4 még belekerült a gödöllői hálóba. Így lett a 10-1-es végeredmény. Most viszont 9 perc 50 másodperccel a játék megkezdése után 1-0-ra tartja magát a gödöllői csapat. Én úgy gondolom, hogy ez egy jó eredmény, és szépen játszik a csapat. Ez a lövés rossz, Harnis találta el furcsán a labdát. Na nézzük Ács most ezúttal, kinek teszi Jenei. Lovrencsicshez nem jut el, most kerülhetünk bajba. Ó, hál' Istennek ott Balázs vissza tudott nyúlni még jobb lábbal. Egy lövés, mellé zúg. A legutóbbi mérkőzés egyébként egy furcsa közjátékkal zárult, ahol egy békés szituációnak indult a történet, ugyanis egy gödöllői játékos egy bocsánatkérési szándékkal indult csapattársa felé, aki leöntötte őt egy kis vízzel, majd ezután egy ütés is elcsattant a pályán. Közben nézzük a győri akciót, és már is befejezem a gondolatmenetet. Igen, éreztem én itt, hogy veszély lehet. Nagyon szépen tartották a győriek a labdát. Nézzük Jenei. Jakab kelt zavart. Szimcsák. És Jenei, na most mi is egy picit letámadunk. Szépen szabadul ki belőle a Győr, mármint a gödöllői szorításból. Itt is egy látványos megoldásra készült. Fábio, hál' Istennek, Ács a helyén volt. Jakab nem lövi, most lövi el, szöglet. Szimcsák oldalra. Jeneinél a labda. Szóval annak az esetnek a vége, csak hogy befejezzem a gondolatmenetet, az lehet, hogy Ugi Márk, akiről szó van, megütötte ellenfelét, amit el is ismert, és félő volt, hogy akár egy 2 hónapos eltiltást is kaphat, de hála a televíziós felvételnek sikerült olyan képeket az MLS részére eljuttatni a klubnak, amin kiderült, hogy Ugi Márk abszolút békés szándékkal közelített ellenfeléhez, és nem ő kezdte a tetlegességbe forduló szituációt, és ezért csak 3 meccses eltiltást kapott, ami a gödöllői Bikák vezetői szerint egy jó ítélet a csapat szempontjából. Hát minden bizonnyal jobb, mint a 2 hónap.
ő most ezért nem lehet itt, még egy meccsen nem állhat a csapat rendelkezésére. Nagy Rolandnak ez a labda hosszú. A rájátszásban vélhetően a szombathelyi haladás csapatával mérkőzik majd meg a gödöllői bikák csapata, hiszen a tabella harmadik helyén fognak végezni, a haladás pedig a hatodik, és az első fordulóban véletlenül a harmadik és a hatodik csap majd össze. Ismét túlnyomó részben a győri Eto birtokolja a labdát, de 12 percnyi játék után továbbra is csupán egy gólos az előnyük. Fábio elindul, ellövi, nem is volt olyan rossz. Az viszont szabálytalan, és már a második. Talán ez lehetne az esélyünk, hogy szabálytalanságokra kényszerítsük őket. Még három ilyen, és már lőhetnénk egy büntetőt. Baranyai Szentének. Elrontja. Elnézést is kér a kollégától. Nagy Vidák Szente Baranyai, a kezdő négyesünk a pályán. Lódi. 9-essel Szegi. Santos. És Drót. Ez a győri alakulat. Járatják szépen a labdát, a győriek vagy készülnek valamire, vagy nem tudnak mit kezdeni a gödöllői védelemmel. Mi pedig a labdával nem tudunk mit kezdeni, miután megszereztük. Nem értette meg egymást Szente és Baranyai. Kezdhet újra támadni a győr. Ez azért nagyon fárasztó és felőrli a csapat energiáit. A támadásra már kevesebb jut majd. Na reméljük, hogy most egy sikeres támadással el tudunk indulni, akár 3-1 is kialakulhat. Vidák bepasszolja. Onnan talán menni kellett volna még egy kicsit közelebb a kapuhoz, egy lövést is el lehetett volna csípni. De megvillant a gödöllői csapat. A 14. percben. Ismét egy látványos kísérlet Drót részéről. Hál' Istennek nem eredményes. Jenei. Hátra Szentének. Szente lefejeli. Bajba kerülhetünk. Így viszont talán ők kerülhetnek bajba. 2-1. Szabálytalanság. Itt viszont már egy figurát elő is lehet venni. Nem kizárt, hogy egy időkéréshez fog folyamodni a gödöllői bikák csapata. Jól éreztem. Pedig, megmondom őszintén, nincsen tapasztalatom ebben a sportágban túl sok. De érezhető volt, hogy ez egy olyan szituáció, amikor meg kell állítani a játékot. 1-0-ra vezet a Rába Eto csapata. Rodriguez 6. percben szerzett elegáns találatával, és most egyenlítési lehetőség előtt áll a gödöllői bikák csapata. Baranyai magyarázza a figurát a taktikai táblán. Nézzük, hogy mit hoznak ki ebből. A vendégeknél pedig készülnek a védekezésre. De jó lenne most így a félidő hajrája előtt egy egyenlítés. Úgy gondolom, hogy sokat dobna a gödöllőiek játékán és hangulatán, hogyha közel egy félidőnyi játék után egy-egyre állna a lista vezető torony magas esélyes Rába Eto ellenében. Na nézzük, Szimcsák, bal oldalon Szente, és lent a kapufánál Nagy Roland és Jenei Otto. Elhangzik a sípszó. Egy lövés, Drótról pattal le. Hát talán több is
volt ebben a szituációban, mint ami kijött belőle. Egy oldal berúgás. Jöhet még egy. Vidák érkezik Szimcsák helyére. Jenei, elfutott Szente. Nem tudtak mit csinálni. És jöhet a Győr. Rodriguez, Szegi. Drót. Drót be középre. Egy lövés, hatalmas gól. Nagyon szépen csinálták. A gólszerző Harnis Ákos. 14-44, ennyi telt el a mérkőzésből. És így jó fél perce még a gödöllőiek helyzetéről és egyenlítési lehetőségéről beszéltünk. De most Harnis Ákos talál be. Egy nagyon szépen kidolgozott akció után került üresbe a hatoson belül, és hát onnan azért egy az egyben nem hibázott. 2-0 tehát, 15 percnyi játék után. De még ez is szép, és a játék olykor biztató. Na most itt a végén nehogy elkapkodjuk, fiúk, figyeljünk oda. Nem szabad egy olyan 3 percet csinálni, egy olyan rémálomszerűt, mint ami Győrbe volt az elején. Ha nem szabálytalanság, akkor kék. Igen, bírósportás. Nagyon jól tetszett látni ezt az esetet. Szente hátra Vidáknak, illetve Ácsnak. Rosszul jósolta meg, aztán Jenei és Lovrencsics zavarták meg egymást. Szegi, Rodriguez, Harnis a gólszerző. Egy csel után egy lövés, nem sikerül. Szegi, Rodriguez dróttal, elviszi és megcsinálja. Nem telik el tulajdonképpen másfél perc, amikor Drót Zoltán talál be, alig 4 perccel a vége előtt. Picit úgy érzem, elfáradtunk így a fél idő végére, de azért a mérkőzésből sok van hátra. Ez még mindig csak 3, ezt kell, hogy mondjam. Ez viszont szabálytalanság, ez pedig már 3. Új ember a pályán, gödöllői oldalon Veres, Jenei, és kiharcol egy bedobást, nem? Akkor én láttam rosszul, hál' Istennek, de nálunk marad a labda. Szimcsák is ellövi, szöglet lesz belőle. Nem kellett volna ez a gyors két gól. Jaj, annyira kár érte. Jakab. Jakab elveszíti. Jön Ács. Veres. Jakab. Emeli. Hát ott nehéz lesz Rodriguez fölött eljuttatni a labdát bárkihez. Szerintem van 2 méteres is. Rodriguez 3 az. A 3-ban most már Szimcsák. Teszi vissza Jakab, elmehetne lövésig. Nem teszi. Szépen zártak a győriek. Ott majdnem így lett, jó. Ács, hol vagy? Jó helyen. Kezdődik előről. 3 percnél is kevesebb van hátra. Jakab cselezget. És hozza hátra, gyakorlatilag Ácsig, majd elrúgja a túloldalra, üres területre. Nem is volt ott senki.
Egy becsület gól jó lenne így a... Miket beszélek, hát még csak szépítő gólról beszéljünk, azért még nem a mérkőzés vége van, csak a játék rész közeledik az utolsó másodperceihez. Amikor is a Győrnél a labda is, 17 percnyi játék után 3-0-ra áll a mérkőzés a Győr javára. Most lehetne fordulni. Veres nem üt el lövésig. Szimcsák viszi el. Egy nagyon jó próbálkozás után Matkovicsot tornáztatja. Szimcsák kapásból. Kijön a labda. Nincs szabálytalanság, reklamálnak. Nem tudom, mit reklamáltak. Talán kezet, kezezést. Micsoda passz sarokkal. Rodriguez ismét olyan szépen lehelet, finoman viszi azt a labdát. Jakab. Jakab viszi el. Jakab most már egészen kisodródik. Kifele szabad rúgás. Közben Baranyai egy picit hangosabban reklamál, úgy gondolom, mint azt a játékvezetők tűrni fogják egy idő után. Fábio, atya úristen, hát kilövi gyakorlatilag a bal felsőt. Szinte lehetetlen helyzetből 18 perc 35-nél, jó 12 méterre a kaputól ráfordul, és gyakorlatilag jobb lábbal kilőtte a bal felsőt. Mindeközben Baranyai megkapja a sárgáját. Valahogy éreztem én ezt, hogy a játékvezető nem szereti ezt a hangnemet. 18-36-nál tehát Fábio a gólszerző. Ezzel már 4-0-ra vezet a Győri Eto csapata. Ez még mindig kettővel jobb, mint a győri részeredmény. Persze, a félidejéről beszélek. Na nézzük! Heidekár volt ezért a cselé, oda kellett volna tenni Nagy Rolandnak, hát nagyon könnyű innen fentről, hiszen mindent látok. Onnan azért egy picit más a szituáció. Nagy, kioszt egy kötényt, talán ezzel vigasztalódik. Nagy kapja. Szente. Jakab Nagy, vissza Szentéhez, kicsit. Jenei, igen, kevés a mozgás, Jenei már nem tudott menni. Kettő az egybe vannak, ez gyakorlatilag sakmat. Fábio 23 másodperccel a vége előtt. Bocsánat, Lódi volt a gólszerző, nem pedig Fábio. Így 5-0 az állás, közel egy fél időnyi játék után, csupán 20 másodperc választja el a két csapatot a pihenőtől, ami talán a gödöllőieknek fog jobban jönni, hiszen egy picit elfáradtunk így a végére. Pedig szépen variálta a csapatot a gödöllői bikák együttese sorcserékkel, frissítettek. De mint hiába, egyelőre nem találják az ellenszert a toronymagas esélyes győri Eto ellen, és ebben a pillanatban le is telik az első félidő 20 perces játékideje. 5-0-ás győri vezetéssel vonulhatnak a csapatok a pihenőre, bízunk a jobb folytatásban. Ebben a pillanatban kezdetét is veszi a második félidő. 5-0-ra vezet tehát a Győr egy félidőnyi játék után. Úgy látom, mindkét oldalon az eredeti kezdő csapatok a pályán. Na nézzük a mérkőzést, és bízunk a
szépítésben. Rodriguez szerte elegánsan mellel hazateszi Ácsnak. Nálunk Veres a kezdőben, ezúttal nem Baranyai. Igen, ő az egyetlen különbség a mérkőzés elejé kezdő csapathoz képest. Drót veszélyes helyzetben beemeli középre, kapufa! Szépen érkezett Ács, zárta a szöget, és Harnis kapufát rúgott. Hát 48 másodperc elég volt a győri Etónak, hogy helyzetbe kerüljön, mi több óriási helyzetbe. Veres. Előre Nagyrulinak. És a vendégeknél úgy látom, hogy kapus csere történt. Pillanat, és nézem, hogy fanyos a messzáma a kollégának, talán 97-es, mert akkor Takács Zoltán Gergelyről van szó. Ez a próbálkozás mellé zúg. Vidák hozhatja játékba. Az egyetlen gólszerzője, de az még ősszel sikerült a győriek kapuját neki bevenni. Ezen a mérkőzésen is nagyon jó lenne legalább egyszer megtenni ezt. Hát Vidák majdnem a saját kapunkba sodorta a labdát. Szerencsére Ács Gábor lehúzta időben. Rodriguez. Harnis tette ki. Rodriguez kapja. Ács érkezik. Remekül és talán arccal hárított. Nem esett jól neki. A bal szeme volt az, amelyik lefülelte ezt a labdát, hogy egy kis képzavarral éljek. És Rodriguez végezhet el sarokrúgást, amennyiben jelzi Ács, hogy folytatódhat a játék. Rodriguez hátra Lódinak. Rodriguez, Harnis, Drót. Elegáns módon tette vissza. De elzúg a lövés a kapu mellé. Szente hozhatja. Jeneivel szemben szabálytalanok. Igen. Szente. Lovrencsics Balázs Szentéhez, Szente egyelőre megtartja, nem szabálytalankodnak vele szemben. Szente most már kezd bajba kerülni, semmi nem volt, az a labda volt. De a földön marad egy játékos, ez a becsúszás viszont így jó, gödöllői a labda, de továbbra is ott fekszik a túloldalon a Drót. Akit lehet, hogy ápolni kell, lehet, hogy rosszul esett, de szabálytalannak abszolút nem volt minősíthető ez az eset. A labda volt az, amivel találkozott a gödöllői védő. Jakab indul el, szépen keresztezett Lódi, ellentmondás nem tűrően lépett oda. Jenei hozhatja majd játékba a labdát. Lovrencsics kapja Szimcsáktól. Szimcsákhoz nem jut el. Santos. Fábio vissza Santosnak.
egy lövőhelyzetig eljutnak. Hál' Istennek jó helyen volt Ács. Ez az elegánsnak ígérkező passz nem sikerült Jakabnak. Szimcsák. Jakab Tamás felé nem tudja lefejelni, viszont nem látja a labdát. Santos egy pillanatra elvesztette a látóteréből. Na ez mi lesz? Kapusé vagy bedobás? Bocsánat, kapusé vagy berúgás? A kapusé lett. Igazság szerint teljesen mindegy, de annyira ott a sarokba ment a labda, hogy vitatható a szituáció. Az egy nagyon brilliáns átadás lehetett volna, ha egy picit rövidebb, vagy ott a túloldalon egy picit gyorsabb, 85-össel Horváth Gergő, aki az első félidőben még nem jutott lehetőséghez, most a Győri Etónál a pályán. Ács Szimcsákhoz. Jakab. Jakab érkezik 21-essel. Matkovics, nem cseréltek kapust a vendégek. Hát a sasszemű riporter ezúttal tévedett. Átöltözött volna Matkovics, vagy az első fél időben is piros volt? Hát nem tudom. Rosszul figyeltem meg. Ezek szerint az biztos, hogy most már egy szabálytalanság felkerül a gödöllőiek neve mellé is. Ebben a tekintetben egy-egy az állás. Ez valamivel szorosabb mutató, mint a 0-5, ami a gólokat jelenti. Horváth. Egészen hátra. Santos kapja vissza. Megpróbálja betenni, nem sikerül. Oldalrúgás jöhet. Dróth Zoltán egyébként a maga 23 góljával. Oppá! Hát ő nem Dróth, hanem 88-assal Fábio Kimás. A második félidő 5. percében megszerzi Fábio a 6. találatot, és ezzel már azt mondja, hogy hát össze kell számolnom. Egy Fábio, két Fábio, kétszer talált be, ami azt jelenti, hogy már 26-nál jár a góllövő listán, és megelőzi Dróth Zoltánt, aki a második helyen szerénykedik a maga 23 találatával a mérkőzés előtt, amihez hozzátett egyet, így 24. Tehát a kettőjük párharcáról szól az idei góllövő lista. A negyedik helyen viszont érkezik szintén Harnis Ákos, egy szintén győri labdarúgó. Hát gyakorlatilag a magyar mezőny három legjobb góllövője a győri csapatban futballozik, az viszont egy csúnya szabálytalanság volt. Hátulról Jenei lökött, nem csodálkoznék, hogyha előkerülne a sárga lap, nem. Viszont azonnal csere is. Jenei jön le, Veres a helyére. 6-0-nál a vendégeknek nem kell időkérés. Azonnal bemondta Marco Antonio Angulo López, a csapatedzője, a figurát. A játékvezető nagyon precíz, és 43 centivel hátrébb rendelte a labdát. Na nézzük. Fábio. Fábio kísérletét lefülelték. Na nézzük, Horváth bent ismét. És 6-ossal Bárdosi Hunor Edmond. Szintén egy új játékos, egy kapáslövés. Hát ez szó szerint Szimcsák fülelte le. A bal füléről hagyta el a labda a játékteret. Szöglettel jöhetnek
próbálok elcsípni egy-két utasítást a vendégedzőtől, de hát bármennyire is jó lenne a fülem, nem érteném, hogy mit mond, hiszen spanyolul kommunikál a játékosokkal, legalábbis azokkal, akik beszélik ezt a nyelvet. Nem kizárt, hogy már a magyar játékosok is értenek annyira. Na nézzük ezt a helyzetet, aztán befejezem. Jakab csele után, Jakab ellövi, hiába zavartott középen. Ha jól láttam, Szimcsák. De minden esetre a második félidő eddigi legnagyobb, sőt, talán a mérkőzés eddigi legnagyobb gödöllői helyzete. Kimarad. Egy lövés után, hát gyakorlatilag felszabadított Jakab. Nem Jakab, bocsánat. 21-essel, Veres Gergely. Nagyon könnyedén megszerezhette volna a vezetést. Minden esetre két villamás a második félidő 6. percének végé. Horvát felé egy hosszú kidobás. Ismét megvillantak a gödöllőiek tehát. A csel finom lett volna, Jakab viszont kemény volt. A labda pedig kiment. Horváth veszi át nagyon szépen, Veres szabálytalanságát nem fújták le, én úgy gondolom, hogy visszarántotta ellenfelét. Ebbe a paszba viszont belenyúl. Veres. 6 perc 20-nál járunk, 6-0 a Győri Eto javára. Egy lövés, ez azért nem okozhatott gondot Ács Gábornak. De marad a labda a győrieknél ismét. Az energiák, amiket fordítani kell a védekezésre. Szimcsák került helyzetbe. Ács volt jó helyen. Szimcsák hozzá, és most elindul a másik kapu felé. Ez lenne a jobb. Szimcsák lőni fog. Nem lő, középen érkezett Virág. Gödöllőnél marad a labda. Ki is használjuk az időt cserére. Érkezik Jenei, Szimcsák helyett pedig Szente. A pályán még Nagy Roli, és ott a túloldalon Vidák. Akinek egyelőre nem jön össze a gólszerzés, de nagyon jó lenne, ha ő vagy bárki más legalább egyszer betalálna. Hátra kerül Ácshoz. Jenei szépen mozgott el az emberétől, de nem kapja. Most kapná, ez viszont széles. Szegi Szabolcs rúgta be a labdát. Bárdosi. Bárdosi kap jó labdát. Bárdosi lövi el középen két gödöllői védő. Eladjuk a labdát. Bárdosi ismételhet. Ács van nagyon jó helye. Szépen villant meg Bárdosi kétszer. Az első fél időt a kispadon töltötte, a másodikban pedig már majdnem betalált. 7 perc játék után. Harnis. Nincs kint, még mindig. Szente. Szente kerülhetne helyzetbe, de nem tette. Jöhetnek a győriek. Harnis Ákos, aki egy találatnál jár eddig a mai mérkőzésen. Tizenhetessel Bognár Bálinttal sem találkoztunk még győri oldalon. Fiatal játékosokról van szó, és egy kapufa. Már a második Fábiónak. Nem értették meg egymást ezúttal a győriek. Vidák kezdheti el a gödöllői játékot. Veresig kerül hátra egészen a sarokba. Vidák tulajdonképpen másodpercekig van a gödöllői bikáknál a labda. És szinte minden energiájukkal egy lökést visszafújtak a játékvezetők, szinte minden energiájukkal a védekezésre és a labda szerzésre kell összpontosítaniuk. De most nézzünk egy támadást, Veres,
marad nálunk a labda, így viszont nem. Egy kapás lövéssel próbálkozhat Lódi, nem teszi. Bognár, Lódi, Harnis. Egy tiszta magyar sor van a pályán, kérem szépen, győri oldalon. Talán ilyen még nem is volt a mai mérkőzésen. És Szegi a negyedik a sorban. Ez viszont szabálytalan. A harmadik győri szabálytalanság volt. Közben egy reklamálás a fiatal játékostól, Bognártól. Na, ez most szép lehet, középen el lehet menni. Egy lövés, Vidák. Nem jutott lövőhelyzethez. Az viszont egy szabálytalanság, és ez már a negyedik. Bekerültek a fiatalok, és egy kicsit a hév viszi őket, úgy látom. Ez nem baj, persze. Még egy szabálytalanság, és büntetőt rúghat a gödöllői csapat. Veres. Vidák, Szente, kicsiben. Most kellene forgatni Vereshez, meg is kapja. Harnis veszi le mellett, majd kapja vissza hátul, és már ki is hozták a labdát a vendégek. Nagyon kultúrált kis játékot játszik ez a csapat. Úgy gondolom, hogy abszolút megérdemelten vezetik a bajnokságot 10 ponttal. És a favoritjai ennek a mezőnynek. Csapatkapitány Lódi teszi keresztbe Bognárhoz, illetve Szegihez, 9-essel Szegi látható. Bognár ott settenkedik középen 17-essel, nem jut el hozzá labda, Vidák. És jöhetnek a cserék. Nagy Roland. Egyedül érkezett. Nagy. Nagy teszi hátra, kicsit gyorsan Vidáknak, aki egy roppant gyors játékos, de ezt még ő sem érhette el. Lódi. Bognár veszi itt labdát egy pillanatra, de visszaszerzi. Harnis. Harnis teszi Bognárhoz, Nagy Roland lábán megpattan a labda, így a győriek folytathatják a támadás szervezést. 10 perc telt el az első félidőből. időből. 6-0 az állás a győri Eto javára, ott viszont egy kis törlésre lenne szükség. Lódi esett el. És már is érkezik a tetrekész pályamunkás, aki tisztává varázsolja a talajt, még keres esetleg olyan foltokat, ahol tudna javítani a parketta minőségén. Jó, sikerült. Rodriguez a labda mögött. Lódi teszi be középre, drót teszi neki vissza, micsoda játék volt. Hát sajnos csak nyomoztuk a labdát. Tulajdonképpen a félpályáról elvégzett szabadrúgás után Lódi oda megy és gratulál drótnak egy kézfogással, teátrális módon. Valószínűleg ez egy megbeszélt figura volt, és egy kézrázás lett a vége. Szépen indították el, és drót szerezte a hetedik győri találatot. Győrben sikerült betalálni, Gödöllőn is be kellene vennünk a vendégkaput. Én már csak ezért fohászkodom, hogy lássunk itt egy gödöllői találatot is. Így nem fogunk, eladjuk ismét a labdát. Drót, Rodriguez, nézzük, Rodriguez ezúttal milyen megoldáshoz nyúl. Elkönnyelműsködte. Hál' Istennek. Teszem hozzá. Ott viszont nincsen
gödöllő játékos. Lódi kéri lendülettel. Rodriguez ellövi a bal alsó sarok felé. Egy jó 50 centivel került el a labda a kapufát. Ács talán biztosította volna, hogyha kapura megy. Simcsák. Egy finom csellel. Hozza játékba drótot. Jakab viszont elhúzza a lábát. Ez csúnya volt. Ezzel egyenlítettünk, ami a szabálytalanságok arányát illeti. A játékvezető egy kicsit megfeddi Jakabot. Nem szeretne több ilyet látni a mai mérkőzésem. Mi sem, több győri gólt. Drót. Nem értették meg egymást ezúttal Rodriguezzel, nem volt meg a közös nyelv. Nagy Roli nem tudott helyzetbe kerülni. Érkezik a vendégeknél 85-össel Horváth, és 6-ossal Bárdosi. Bárdosi a második labda érintésével majdnem gólpaszt ad Horvátnak, akinek talán ez lett volna az első a csere után. Szépen villantak meg. De jó lenne, ha mi is meg-meg villannánk legalább kétszer-háromszor még a mérkőzés hátralévő részében, és sikerülne egy szépítő találatot elérni. Rodriguez nem jut el a labda Horváthoz. Rodriguez tette drótnak, de nézzük itt Jeneit, aki egy picit megcsúszott. Ezzel már is lendületet és területet veszített, de mi rúghatjuk be a labdát, beteszi Simcsák. És egy sárga lap, kinek? Jakabnak. Ez viszont az ötödik szabálytalanság. Innentől mindegyik büntető rúgás lesz. Akár csak az, hogy mi értük el előbb az öt szabálytalanságot, így nekünk kell nagyon vigyázni arra, hogy ne kerüljünk olyan helyzetbe, hogy szabálytalankodnunk kelljen. Eltörte a labdát Horváth Gergő. Vidák. Közben nyúlt még drót. Simcsák tört volna ki. Lovrencs is teszi hátra Simcsák. Fölpörgeti, úgy gondolom egy picit céltalanul. El is veszítjük Horváth. Bognár. Szöglet. Mellé ment volna, de azért biztosított Jenei Otto. 12:45 áll az órán, emellett a 0-7, ez jelzi a gólokat, és az 5-4, ez a szabálytalanságokat, ez a szép védés pedig az, hogy azért nem szeretnénk több gólt kapni. Ács Gábor szemet gyönyörködtető mozdulattal, és megvan az 5. Jelzi is az időmérő, hogy véget ért most már a türelmi időszak, innentől kezdve minden szabálytalanság büntetőt fog érni. 7 percünk van erre, hogy lássunk ilyet a Régió Plus televízió közvetítésében, hiszen az első találkozón nem volt olyan szituáció, hogy büntetőt rúgott volna bármelyik csapat. Reméljük, hogy most láthatunk ilyet is. És azt is nagyon remélem, hogy gödöllőiek fogják elvégezni. Lovrencsics, ehhez az kellene, hogy tartsuk a labdát, nálunk legyen, és ne nekünk kelljen küzdeni a labda szerzésért, ezáltal kockáztatva a szabálytalanságot. Természetesen a kékek jönnek, egy kis félreértés volt a két játékvezető között. Jenei fogja berúgni.
A lövés megpattan, Szimcsák próbálkozott. Jó 18 méterről, 17-ről. Vidák egy lövés, kipattan. És majdnem én is játékba kerültem ezzel a labdával. A győriek rúgták oldalra. Szép szituáció volt ismét. Lovrencsics Jeneihez. Szimcsák, Vidák. Nincs mozgás Gödöllői oldalon, egy picit megálltunk. Fiúk, meg kellene mozdulni, mert baj lesz belőle. Ezt úgy gondolom, hogy Horváth elkapkodta, 100%-os helyzetbe hozhatta volna drótot, nem tette, hál' Istennek. Vidák a lövése mellé megy, de ehhez kellett a vendégek kapusa, aki bizony most már nem ugyanaz, aki eddig volt. 97-essel Takács Zoltán Gergely a vendégek kapujában. Tehát cseréltek ezen a poszton a vendégek. Vidák tette volna vissza szépen. Lehet, hogy meg lehetett volna próbálni. Ajjaj, erről beszéltem. És most egy szabálytalanság következtében büntetőhöz jut az Eto Futsal Klub csapata. Drót fogja elvégezni. A kaputól 10 méterre középen van egy jelzés. Erre akkurátusan oda helyezi a labdát drót, megigazítja a szerelését. És nézzük, drót vele szemben Ács. Drót vagy Ács? Ács győzött ezúttal. Na, nem is bánom, hogy láttunk egy győri büntetőt. Nagy Roli teszi le Szentének. Szente rég volt pályán. Szimcsák viszi el oldalra. Kiszorul nagyon. Szente. Vissza Szimcsáknak. Nagy Roli, Vidák. Balázs, és ismét Szimcsák Tamás eljut Vidákhoz. Vidák mit tud vele kezdeni? Vidák elviszi szögle. Nagyon szépen került helyzetbe egy finom csellel. 7-0-nál veszélyeztetünk. Hál' Istennek a játék most a győri kapu előtt van. 14-24 telt el. Ezt a labdát is eltörte ezúttal Szimcsák, ahogy az előbb a vendégeknél Horváth. Jöhet a Győr, Horváth. Az előbb előzőzte, most passzol Fábiónak. Fábió ki a szélére, a széléről egy lövés, megpattan Lovrencsicsen. Kicsit több, mint 5 perc van hátra. Micsoda akció volt ismét, a kapufáról kijön a duplázás. Ács kezében hal el. Illetve nem is átsáll már a kapuban, hanem egyessel Hegedűs Ferenc. Vidák csele nem jön be. Santos teszi be, Horváth lemarad. Szóval Gödöllői oldalon is kapus csere történt. Hegedűs Ferenc védi most már a gödöllői kaput. Szente. 5 perc van hátra a mérkőzésből. Szimcsák. Harnist hozza játékba. Az a baj, hogy ő nem velünk van. Hál' Istennek. Fábio nem tudta Harnist jó helyzetbe hozni. Mögé adta a labdát. Vidák, Szente és Hegedűs is helyezkedik. Szimcsák. Vidák jelzett neki, hogy helyzetbe kerülhet, de a helyzetet ezúttal Fábio értékesíti. Egy eladott labda után 8-szor kerül be a labda a gödöllői kapuba. Ismét Fábio a gólszerző. Szépen dolgozik a mai napon a spanyol játékos, és most már egyértelmű előnyt szerez a góllövő listán is Drót Zoltánnal szemben, hiszen már 3-mal többet lőtt, mint ő. Reméljük, hogy nem növeli. Na nézzük, Nagy Roli tette volna Vidáknak.
Nem szabad szétesnünk, nem szabad, hogy eljussanak 10-ig a vendégek. Tűzzük ki ezt célnak az elkövetkezendő 4 percbe. Nem szabad gólt kapni. És kellene rúgni. Szente. Nagyról is kéri. Túloldalon Vidák. De nem tudjuk neki kiemelni. Szente, mihez kezd? Vidák egészen hátul a saját hatosunkon belül kapja a labdát. Vidák egy csellel indul meg. Ezzel talán emberelőnyös szituációba kerülhetünk. Veres nem sikerül neki átvenni. Annyira kár. Benne van a csapatban egy gól legalább. Csak ki kéne, hogy jöjjön. A győriekből már kijött 8. Lassan ez elég lesz. Nagyon szépen játszanak. De most már többet nem kérünk a gólokból. Santos keverget, kavargat. Majd kapja vissza. Harnis indul el. Harnis. Elviszi az embert. Santos nem tud mögé menni. Fábio. Kiteszi a szélére. Ki van ott? Szegi. Harnis kapja vissza. Micsoda játék volt ez is. És Hegedűs véd. Törlésre lesz ismét szükség. Ezért fog állni egy picit az óra. Az alapszakasz le fog zárulni ezzel a mérkőzéssel. A gödöllői Bikák csapata a 3. helyen zárja ezzel a mérkőzéssel, ezzel a vereséggel az alapszakaszt. 41 megszerzett ponttal. A Berettyó Újfalu előz meg minket a táblázaton 44-jel. Szente helyezkedett jól. Mögöttünk pedig a szegedi futsal klub csapata. És most következik az, hogy a gödöllőiek lőhetnek egy büntetőt, és talán megszerezhetik a becsület góljukat. Úgyhogy fel is függeszteném a tabella további elemzését, és érkezik Szimcsák Balázs. Vele szemben pedig a kezdő kapusa a Győrnek, Matkovics. Szimcsák és Matkovics néz tehát farkas szemet. 17-10-nél Szimcsák belövi! Szemtelenül Matkovics lábai között. 8-1. Szimcsák Balázs szerzi tehát a gödöllői Bikák becsület gólját. És még nincs vége a találkozónak. Na azért ne legyünk telhetetlenek, de nagyon örülünk a találatnak. Azért csak sikerült betalálni hazai pályán. És ez a 8-1-es mutató még mindig szebb, mint az őszi forduló végeredménye. Amit már nem is mondok el még egyszer, hogy mennyi volt. Most viszont ne engedjük, hogy válaszoljanak a győriek. Próbáljunk labdát szerezni, tartani és egy szabálytalanságot kierőszakolni. Tartsuk a labdát, ez az. Szente Vidáknak nem tudta tenni. Nagy Roli. Szente zárt Veresnek, de nem tudott elindulni. Zöldről ment ki a labda. Már kint pattant vissza Vidák lábára. Na, 2 perc van hátra. Én személy szerint nagyon örülnék még egy gödöllői gólnak, de szerintem vagyunk még ezzel így páran itt a Szent István Egyetem sportcsarnokában. A gödöllői klub egyértelmű cél megfogalmazása erre az évre, hogy a csapatot a dobogóra várja. Egy keresztlabda Vidáknak. Lódi húzta el a fejét, érezte, hogy Vidáknak ez hosszú lesz. És hát az alapszakasz eredményeit látva minden esélye megvan annak, hogy a dobogó 3. fokára, de adott esetben akár a 2. is felállhat a gödöllői Bikák csapata. Úgy gondolom, és ehhez nem kell komoly szaktekintélynek lennem, hogy azért Rába Eto csapata talán idén
hát verhetetlen. Egyszer talált fogást rajta valaki, talán a Berettyó Újfalu, de mindjárt meg is nézem, hogy kik azok, akik... Egy perccel a mérkőzés vége előtt vadböngészgetésben kezdtem. Hopp, a harmadik fordulóban nem. Közben a győri akciót figyelhetjük. Lódi. Lódi ismét. Azt mondja, Rába, Eto, hát ördögön van a Berettyó Újfalu, a második helyen álló Berettyó Újfalu, ráadásul Győrött egy 4-3-as sikert könyvelhetett el, és a gólok sorrendje alapján viszonylag sima mérkőzés volt, 4-0-ra is vezetett a Berettyó Újfalu, utána sikerült 4-3-ra szépíteni a mérkőzés hajrájában a Győrnek. Tehát gyakorlatilag szeptember 21-e óta nem kapott ki a Győr, 2012. szeptemberről beszélek természetesen. Nézzük, Lovrencsics csak a kapu fájta az útját. 8 másodperccel a vége előtt nagyon közel állt a Gödöllői Bikák csapata ahhoz, hogy megszerezze a második találatát. A mérkőzés teljesen fordított előjelű, mint az előző közvetítésünkben, ahol a Csőmontázs együttesét vertük több mint 10 góllal 11-2-re. Ezúttal 8-1 arányú vereséget szenved a csapat. A toronymagas esélyes Győr ellenében, mondom ezt 3 másodperccel a vége előtt, amikor még bármi történhet, bízom benne, hogy azért több találat nem esik, legalábbis győri oldalon. Sokáig tartotta magát, tovább tudta tartani magát a Gödöllői Bikák csapata a mérkőzés elején, mint Győrött, de ebben a pillanatban kialakul az úgy gondolom, hogy a reális végeredmény. Persze ezzel lehet vitatkozni, hogy mennyivel jobb ez a győri csapat. A mai napon 7 góllal volt jobb, 8-1 arányban az alapszakasz utolsó fordulójában vereséget szenved a Gödöllői Bikák csapata, itt Gödöllőm. Én köszönöm szépen a figyelmüket, a mai mérkőzés alatt Szabados Istvánt hallották. Thank you.